Angyalok járnak közöttünk. Sokan hisznek ma az angyalokban. Sőt, angyali vezetést keresnek, angyalkártyákat használnak. De mit mond az angyalokról a Biblia? Erről lesz ma szó, ez itt a Jézus Bisztró. Sziasztok, Záhonyi Viktor vagyok, a Wecker keresztény közösségből. Folytatom a jelenések könyvét egy rövid igével. 19. fejezet, 9. vers. Ezután az angyal hozzá fordult, folytatja János apostol. Írd le, boldogok és áldottak, akiket meghívtak a bárány, vagyis Jézus Krisztus lakodalmába, az ünnepi vacsorára. Majd hozzátette, ezek valóban Isten igaz szavai. Ekkor én, János, az angyal lába elé borultam, hogy imádjam őt. Imádhatjuk-e az angyalokat? Igaz, ebből kiderül. De ő visszatartott. Ezt mondta az angyal Jánosnak, vigyázz, ne tedd, mert én csak a szolgatásod vagyok neked is, meg a testvéreidnek is. Mindazoknak, akik Jézus tanúság tételét hordozzák, Istent imád, mert a Jézus tanúság tétele a prófétálás szelleme. Nézd, az angyalok olyan tekintélyt parancsoló, különleges, szellemi testtel rendelkező mennyei küldöttek, amelyeknek már maga az erőteljes, természetfeletti megjelenése olyan félelmet válthat ki, hogy az ember hirtelen, ahogy János is, itt leborul előttük, és imádni akarja. De ez nem helyes, mondja világosan a Biblia. Ne imádjunk angyalokat. Itt egy másik eset, amikor te hasonló érzéseket váltottak ki az angyalok emberekben. A Máté végén, 28:1. A szombat utáni nap volt a hét első napja. Ugye húsvéti történet, most ünnepeltük húsvétot, a feltámadás ünnepe. Ennek a hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Ekkor erős földrengés támadt, mert az örökkévaló angyala leszállt a mennyből. Nézzétek meg az erejét, elhengerítette a követ a sír bejárata előtt, és ráült. Az angyal úgy fény lett, mint a villámlás. Már ez egyfajta rettenetes élmény lehet, nem? És a ruhája hófehér volt. Akik a sírt őrizték, annyira megijedtek tőle, nézd, ilyen félelmet válthat ki egy angyal megjelenése, hogy reszkedtek a félelemtől, és olyanok lettek, mint a halottak. Tehát valóban az angyalok kiválthatnak félelmet, kiválthatnak tiszteletet, hódolatot, és ilyenkor, hogy János és az ember imádná őket, amikor, hogyha kapcsolatba kerül egy angyallal, de ne imádjuk az angyalokat, mondja világosan az angyal a jelenések könyvében. Itt van egy további ige az angyalokról, ez pedig Pál levele a kolosszaiekhez, 2:18. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat, figyelj, tehát komoly kockázatot jelent ez a hitünkre, figyelj, olyan tévhitek, mint olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat imádják, látod? Tehát keresik az angyalokkal a kapcsolatot. Az angyalokban van egyfajta bizalmuk, egyfajta ráhagyatkozásuk, egyfajta tisztelet, tehát ápolnak az angyalok felé. Nem arról van szó, hogy az ember ne legyen hálás, hogyha tényleg egy őrzőangyal, vagy bármilyen mennyei küldött az ember segítségre jön, de egyértelmű, hogy mit a feladatunk. Nézd, és így folytatja, és mindig a látomásaikról beszélnek. Lehet, hogy ti is ismertek ilyen hívőt, angyaloznak, látomásoznak, állandóan mindenféle mennyei kijelentésekről beszélnek, ahelyett, hogy a Szentírás, az igazság lenne a napi kenyerük, és azt osztanák meg. Nézd, mit mond ezekről Pál? Ezek ok nélkül nagyra tartják magukat, látod, különleges pozícióba próbálják ezáltal helyezni magukat, a különleges üzenetük alapján, mert a régi emberi természetük szerint gondolkodnak, de azt mondja, hogy ez nem a szellemi természetünk. A szellemi természetünk az a Szent Szellemet, ahogy mondja, azt keresi, az ő vezetését, Isten igéjének a vezetését keressük, nem angyalokét. Nem az a feladatuk az angyaloknak, és nekünk se hívőknek. Nézd, mi ezzel a baj? Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz, látod? Már eltérnek a krisztusi úttól. Nekünk Jézusra kell figyelnünk, semmi másra, sem angyalra, sem emberre, sem halott emberekre, úgynevezett szentekre. Egy a közvetítő ember és Isten között, nem angyalok, nem szentek, egyedül Jézus Krisztus. Ő hozzá ragaszkodj, ő a fej. Mondja világosan Pál apostol. De itt van még egy-két ige nektek az angyalokról, amit találtam nektek. Zsidó levél például 1:14 világosan megmondja, hogy mi a feladata az angyaloknak. Nem az, hogy imádatot
váltsanak ki bennünk. Nem az, hogy velük mi kapcsolatba akarjunk kerülni. Nekünk a szentlélekkel kell kapcsolatba kerülni, és Jézust kell imádni. Nem az angyalokat. Az angyalok, mondja a zsidó 1.14, az angyalok mindannyian szellemi lények, akik, nézd, Istent szolgálják. Isten küldi őket, hogy segítsenek azoknak, akik majd elnyerik az üdvösséget. Tehát, hogyha egy angyal segít, vagy egy őrző angyal, úgy hiszük, hogy azt segíthetett, akkor nem az angyalnak köszönjük meg, Istennek adunk hálát, hiszen ők Istennek tartoznak számadással. Őket Isten küldi. Nem az angyal találja ki, hogy akkor most oda megyek és segítek Viktornak, a gyerekének, hogy nehogy átszaladjon az úton. Hanem azt Isten küldi, Istennek adunk hálát, Isten dicsőítjük. Nem az angyalt. Az angyalok csak ugyan a szolgatársak, ahogy az előbb olvastuk, mint mi. Érdekes, ugye? És tanúságos. És itt van még egy érdekesség az angyalokról, bizony meglepő alakban is megjelenhetnek időnként. Ezt mondja a zsidó 13.1. A vendégszeretetről se feledkezzetek el. Voltak, akik angyalokat vendégeltek meg anélkül, hogy észrevették volna. Nagyon érdekes, mert mintha az angyaloknak lenne egy ilyen teszt funkciójuk, nem? Mintha tesztelné ezáltal a szeretetünket Isten, ami hitünket Isten, hogy idegen emberek formájában úgy tűnik, jelennek meg angyalok, igaz? És azt látjuk Ábrahám esetében, és emlékeztek, ő is 3 angyalt vendégelt meg, nem tudta, hogy angyalok, embernek gondolta őket. Mint hogyha Isten ezáltal, hogy tesztelne minket, nem? Olyan érdekes, hogy ezáltal is, mint hogyha úgy segít nekünk az Úr, hogy hitelesek legyünk minden helyzetben, akkor is, amikor úgy gondoljuk, hogy senki sem ismer minket, amikor idegenek között vagyunk, akkor is Krisztus követőként viselkedünk, nem képmutatóskodunk, igaz? Múltkor itt van egy példa. Múltkor hentesni állok sorba, teljesen idegenek között, nem ismertem ott senkit, és észrevettem, hogy a sorban a mögöttem álló illető folyamatosan néz engem. Kicsit oldalra pillantottam, és akkor látott engem teljesen profilból, és azt mondta, hogy szia Tamás! Oda nézek, mondom, én nem a Tamás vagyok, a Tamás az a Vekkernek a vezetőpásztora, én a másik igehirdető vagyok, a Viktor. Ó, hát mindig keverlek titeket, mondta viccesen. Igaz, és ő még nem volt sosem közöttünk személyesen, mindig csak online lát minket, és összekevert minket. De nézd meg, hogy ott a hentesnél is, hogyha én nem Krisztus követőként viselkedek, mondjuk tiszteletlenül beszélek a hentessel, vagy türelmetlenül, és nem tudom, hogy a mögöttem lévő pedig ismer engem, mert nézi a videókat. Látod, ez is olyan, mint amikor tudtunk nélkül angyalokkal találkozunk, és mintha azáltal is egyfajta ilyen tesztet kapnánk, nem? Ez nem feltétlenül nagyon biblikus az a megközelítés, ezt beismerem, de szerintem praktikus. És segíthet abban, hogy igen, figyeljünk arra, hogy minden helyzetben, teljesen idegen közegben is mi figyeljünk a krisztusi integritásunkra. Ez most az üzenet, remélem, hogy hasznos volt. Imádkozom érted. Mennyi Atyán, kérlek, erősítsd meg az én hallgatómat az igazsággal, segítsd őt, hogy ne angyalokra nézzen, ne meghalt emberekre, szentekre. Erre nincs semmiféle utalás a Bibliában, hogy nekünk azokkal foglalkoznunk kéne, azokkal kapcsolatba kéne kerülnünk. Nem kell nekünk kapcsolatot keresni se angyalokkal, se meghalt szentekkel, úgymond, hanem egyedül a Szent Lélekben, Jézus Krisztussal, egyedül őt imádjuk, őt keressük, ő az egyetlen közvetítő, az egyetlen szabadító, az egyetlen megváltó. Ő halt értünk kereszthalált, és ő támad föl értünk a sírból, amit most ünnepeltünk húsvétkor. Hogy Jézusunk, téged imádunk, téged szolgálunk, és a te nevedben imádkozunk. Amen. Úgyhogy ne foglalkozz az angyalokkal túl sokat, te foglalkozz az Uraddal, az egyetlen Jézus Krisztussal.